Nagy örömmel és nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Nagyon köszönöm mindenkinek a jelenlétét. Különleges előadást fognak hallani a mai Germán Gyógytudomány Online ügyelet. Különösen egy témára fog példákat felhozni. Ez a felső légutakat érintő értelmes biológiai különprogramok témája, de ahhoz, hogy ez mindenki számára egyaránt élvezhető és érthető lehessen, ahhoz fontos pár bevezető gondolatot hallani. Az a tapasztalatom, hogy pontosan azokról az információkról feledkezünk meg a leghamarabb és a legkönnyebben, amelyek a megértést adják. Gyakran hallom azt, hogy ó, én már tudom, fújom a germán gyógytudomány 5 természettörvényét. Én már annyit hallottam. Erre szoktam nagyon viccesen azt válaszolni, és ha éjjel 3-kor felhívnálak, hogy mondd el a 3. és 4. természettörvényt, tudnál-e rá válaszolni, hát ilyenkor zavart nevetgélésbe törünk ki a beszélgető társammal, mert akkor tudom a germán gyógytudományt igazán megérteni, amikor tisztában vagyok a természettörvényekkel, tisztában vagyok, hogy ez mit jelent nekem. Én tudom, amikor elkezdtem a germán gyógytudományt megismerni, akkor engem konkrétan az érdekelt, hogy de mondja meg valaki, hogy miért fáj itt, miért fáj ott, mikor múlik el. És körülbelül, Karesz, ez a laikus hozzáállás természetes. Én sem voltam orvos, azt gondoltam, hogy ezek az embriológiai lemezekhez nekem semmi közöm nincs, egyszer volt ilyenem, és pont. Azt is tudom, hogy ezek már ebben a formában, mint hogy megtermékenyítés után létrejönnek, ezek már nincsenek meg. Miért kellene én erről tudjak? Ez a tipikus hozzáállás, és most bevallom őszintén, hogy egész sokára értettem meg, hogy miért kell erről tudni. Hiszen ez pont olyan fontos, mint bármelyik másik konfliktus, sőt, talán a legfontosabb, hogy ezeket értsük. Mert addig, ameddig nem értjük az összefüggéseket, addig egy-egy morzsát emelünk ki belőle, és pontosan a természettörvények ismerete a legfontosabb. Ne bagatelizáljuk el, ne mondjuk azt, hogy ezt mi már tudjuk, ezt mi már hallottuk. Karesznek külön köszönöm, hogy mindig igyekszik másképpen megmutatni, de fontos, hogy ezeket ne csak halljuk, hanem meghalljuk, megértsük, és ezeknek a fontosságát is átérezzük. Fontos tudni azt is, hogy a germán gyógytudomány miként került felfedezésre, fontos rájönni arra, hogy ez nem egy elméleti rész, amit a konfliktusok előtt el kell mondani, hanem ez a megértés alapja. Karesz, te hogy látod ezt? Mindig elmondom, hogy amíg a gondolkodásunkon nem fogunk változtatni, addig semmi, de semmi nem fog megváltozni. Ez a legnagyobb akadálya a gyógyulásunknak. Hogy azt képzeljük, hogy ha beteg vagyok, akkor mit vegyek be, hogy elmúljon a fájdalom. Természetesen van rá válasz. 2 előadás van a terápiáról a germán gyógytudományban. Csak kérdés, hogy ki nézi azt meg. A lényeg az 5 természettörvénynek az ismerete, és hál' Istennek még 2-szer egyformán nem sikerült elmondanom, de rá kell jönni arra, hogy nem a szervek szintű megértés, hanem a csíralemezek szerinti eredetből fogjuk megérteni, hogy az a nyálkahártya miért úgy működik, ahogy működik. Tehát, hogyha megértem, hogy csíralemezek szerint mi történik a szervezetemben, akkor meg fogom tudni érteni az egészet, és egybe látom az egészet. A dolgok ugyanúgy ismétlődnek, csak az egyik helyen a sejtek építéséhez éhezési konfliktus kell, a másiknál meg halálfélelmi konfliktus kell, az egyiknél a falat hiányzik, a másiknál a levegőfalat hiányzik, de a biológia válasza ugyanaz. Annyira egyszerű, hogy ettől hihetetlen. De ameddig nem kezdünk el orvosként is ekképpen gondolkodni, addig nem fogjuk megérteni a biológiai választ. És aztán, hogy folytassam azzal, ami most nagyon leköt, amikor már megértettem az egyes biológiai programokat, és rájövök, hogy a viselkedés változást 2 egyszerre jelenlevő egy szinten, és egyszerre jelenlevő konfliktus okozza,
akkor amikor a beteg elkezdi a panaszait felsorolni, már látom az agyi térképét, hogy ez itt van, az ott van, ebből ez a viselkedés változás lesz, ebből a másik, ebből a harmadik. Hát szóval egyszerűen gyönyörű az egész, amikor egybe látjuk. De ahhoz, hogy valamit egyszer egybe lássak, ahhoz kell tudjam az alkotó elemeit. Így tessenek elképzelni ezt az egészet, hogy akkor fogjuk meglátni a csodát a germán gyógytudományban, hogyha az alapoktól kezdve indulunk el. Igen, és az alapokat, ezt Hammer doktor adta meg nekünk, ez a csodálatos ember, aki orvos, fizikus és teológus egyszerre. Végletekig elment az ember megismerésében. Mindent értett belőle. Feltaláló zseni. Olyan dolgokat talált fel a medicinában, amit még mindig használnak. És ezen túl felfedezte nekünk az öt természettörvényt. De nem unalmában, vagy nem éppenséggel, mert nem volt mivel foglalkoznia. Élete legnagyobb tragédiájának köszönheti azt, hogy az emberiség számára felfedezte az öt természettörvényt, mert fiának a halála volt az, ami ide elvezetett. 1978. augusztus 18-án a 19 éves fiát álmában, egy csónakban aludva az olasz trón örökös a savoyai herceg két pisztolylövéssel halálosan megsebesíti. 111 napig küzd Hammer doktor az életéért, 19 műtéten megy át ez a gyerek, és december 7-én meghal az apja karjai között. Képzeljük már el ezt a helyzetet. Hammer doktornak a második szülött gyermeke, a fia, meghal a karjai között. Két hónap múlva Hammer doktornak heredaganata lesz. És rengeteg egyéb övön aluli ütés, mert ugye a média a gyilkost védte, még csinál egy hashártya programot is, és azt mondják a kollégák, hogy kevesebb, mint 1% esély a túlélése. Nem vállal be se kemót, se sugarat, de műtétet igen. És Hammer doktor felépül. A kedves felesége 5 daganatos betegséget indított el, erre a váratlan történetre, hogy meghalt a fiúk. És nem emlődaganatban halt meg, ahogy azt a szkeptikus blogok hirdetik, meg a tudatlanok, meg Hammer doktor ellenségei, hanem a teljes kimerülésben, a túlhajszoltságban egy szívizominfarktus kényszerítette frekvenciaváltásra. Ő is Hammer doktor karjai közt halt meg, és ennek ellenére Hammer doktor folytatja a kutatást, és felfedezi számunkra 1981 és 94 között az öt természettörvényt. Az első természettörvény tehát a fia halálával kapcsolatosan derül ki, ugyanis 81-ben egy Grá klinikán dolgozik, és ott megkérdezi a betegeket, hogy az ő életükben a daganat megjelenése előtt nem történt valami nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás, és a válasz minden esetben igen volt. A ma esti különleges rész az, hogy minden vasárnap egy természettörvényhez én is hozzászólok, mint ahogy a laikus, ahogy egy nem orvos, egy germán gyógytudomány iránt érdeklődő, lelkes, rajongó látja a természettörvény, az első természettörvény lényegét. Tehát tessék ezt nem szakértőként kezelni, hanem naív laikusként, aki meglátja az első természettörvény átlagos emberi értelmezését. Nagyon örülök, hogy a laikus közönség szempontjából próbálod ezt feltárni, mert ebből fog kiderülni, hogy esetleg mi az, amit még hozzá kéne tenni, hogy mindenki számára érthető legyen. Én azt szeretném elmondani, ami nekem személyesen az első természettörvényben megfogó vagy érdekes, és amit számomra értéket képvisel. Természetesen mindegyik természettörvény, most csak az elsőt fogom elmondani, jövő vasárnap pedig a második természettörvényről fogok kicsit hosszabban értekezni. Hogy miért fontos az első természettörvény nekem? Mert végre értelmet kapnak a betegségeink. Nem egy olyan biológiai testbe vagyok bezárva, ami bármikor elromolhat, bármilyen baja történhet. Azt szoktam mondani erre, hogy nem egy biológiai lény vagyok, aki már eleve gyártási hibával futott le a futószalagról, ugye ezek a genetikai eredetű betegségek. Nem egy védtelen, sebezhető, kiszolgáltatott
test vagyok, akivel bármikor történhet valami katasztrófa, aminek nem tudjuk az okát, aminek az oka ismeretlen, de különböző módokon lehet ebbe beavatkozni. Nem egy olyan test vagyok, aki folyamatosan meghibásodási lehetőségekkel rendelkezik, és önmaga ellen fordul, csak úgy gondol egyet egy szerdáról csütörtökre virradóan, hogy akkor most, amit eddig alapjáraton működtetett, azt most visszavonja, és ellenem támad, lásd, autoimmun betegségek. Tudom, hogy ez vicces egy orvosnak ezt így hallani, de én a laikus közösséget képviselem, és most a saját nézőpontomat mondom, számomra ez az egyetlen igazság. És nem egy olyan testben, ahogy én szoktam nevezni, bőrbuciban vagyok, ami az idő haladtával veszít a szavatosság idejéből, és egyszer csak lejár, és megromlik, mint egy húskonzerv. Ezek korral járó betegségek. Számomra fantasztikus öröm azt látni, hogy mindig egy oka van a történetnek. Nem kell 99 irányba nyomozzak, hogy lehet, hogy születésemkor, lehet, hogy a nagypapámnak volt görbe a lábúja, és biztos azért az enyém is ilyen. Nem kell azon gondolkodjam, hogy ki tehet a bajomról, hanem tudom, hogy egy okot kell megkeresnem, és ez az ok mindig stabil. Nem úgy van, hogy 20 év alatt ez az ok, 30 év fölött az az ok, nem hatványozódik az idő elteltével, nincsenek rizikófaktorai, nyilván vannak specifikus konfliktusok, ez teljesen egyértelmű, de ezek specifikus EBK-kat, értelmes biológiai különprogramokat indítanak el. Tudom, hogy egyetlen egy dolgot kell megkeresnem. Azt a konfliktust, azt az érzelmi megrázkódtatást, amire biztos, hogy emlékszem. Hiszen azért tudott ezt programot indítani bennem, mert olyan drámai volt, olyan megrázó volt, hogy ezek a pillanatok mindig beívódnak az emlékezetünkbe. Ez egy olyan történet, amire nem voltam felkészülve. Ha fel lettem volna készülve, nem lepődtem volna meg. Hirtelen, váratlan, meglepetésszerű eseményekre kell gondolni, ami súlyos érzelmi konfliktust hozott az életembe. Ha mondjuk ma este, nem tudom, van-e még lottósorsolás, mert nincs televíziónk, de kiderülne, hogy nyertünk a lottón, abból nem lenne DHL sem, mert annak nagyon örülnék. Zömében ezek az érzelmi megrázkódtatások egy konfliktust hordoznak, valamilyen félelmet hordoznak, valamilyen szükségletünk nem teljesüléséről szól, amit magányosan élünk meg, és benne ragadunk. Az előbb említettem a lottósorsolást. Egészen addig nem zavarna a történet, ameddig ez számomra pozitív hozadékokkal rendelkezik. De ha kiderülne, hogy ennek 95%-át mondjuk adóba be kéne fizetnem, akkor valószínű, hogy már egy bosszankodást indítanék el, vagy valami olyan reakciót, és itt a saját reakciómon van a hangsúly, hogy mit élek meg az alatt a történet alatt. Tehát ez annyira tőlem függ, hogy mit alakít ki ez a drámai, hirtelen megrázó, súlyos esemény, hogy ezt senki más nem tudja beszabályozni, csak is én. Ahogyan én gondolkodom, ahogyan én érzek, és ahogyan ezzel a helyzettel együtt élek és viselkedek. Szóval nem a történet számít. Nem is a történet számít, hanem a saját reakcióm. Ez visszaadja a hatalmat, vagy a kontrollt a kezembe. Ha tudom, hogy mit éltem meg, ha tudom, hogy ez mit váltott ki, akkor az egyetlen ember, aki ezen a helyzeten változtatni tud, az én vagyok. És bocsánat, senki másnak rajtam kívül nem áll érdekében, hogy meggyógyuljak. Ez így van. Azt is szeretem az első természettörvényben, hogy nem kell valami egzotikusan távoli helyre mennem a megoldásért. Nem kell elutaznom, hogy valaki majd meggyógyítson. Nem kell, igen, El Caminóba menne. Nem kell valakinek kiszolgáltatnom magam ahhoz, hogy az életem irányítását vissza tudjam venni.
Mondom ezt úgy, hogy pontosan tudom, mit jelent a diagnózisokkal való szembenézés, mert azért ügyesen gyűjtögettem a táblázatról három tumoros elváltozást, pajzsmirigyrákot, meldaganatot, petefészekrákot, és ezt kicsit megspékeltem egy szklerózis multiplex programmal, mert hogyha az ember csinál valamit, akkor azt csinálja à la carte. Tudom pontosan azt, hogy milyen ezzel szembesülni. És szeretném, hogyha a DHS kritériumaira úgy is gondolnánk, mint a diagnózis hallatán megélt konfliktusra. Igen, a diagnózis sok is megérne egy misét, már van róla, de lehet, hogy megfőzlek, hogy majd még egy ilyen webkonfi témába dobjuk ezt be. Nagyon fontos az, hogy az agyunk mindent rögzít. Olyan információkat is, amiknek lehet, hogy nem vagyunk tudatában, hogy milyen illat volt, milyen körülmények voltak, milyen volt a páratartalom, a fényviszonyok, ki milyen színű pulóver volt, éppen mit emésztettem, milyen illatot éreztem, mit akartam kiszimatolni, mi volt az, ami számomra abban a pillanatban gyanús volt. A biológiám folyamatosan mellettem van, én ezt, bocsánat, úgy tudom elképzelni, hogy folyamatosan kézen fogva haladok érzelmileg, gondolatilag és biológiailag. Nem lehet szétválasztani az embert csupán alkatrészeire, csupán elemeire, szerveire, sejtjeire, és nem az egy sejtet kell ebből kezelni, hanem az egész ember problémáját átnézni ahhoz, hogy ez a sejtszintű válasz meg tudjon változni. Külön imádom, nem is gondoltad, hogy ennyi mindent szeretek az első természettől, én így ránézek Karesre, és elhűlt képpel hallgat, kár, hogy ezt most önök nem látják. Jó, ilyen együtt tartjuk a webkonfit. Külön probléma. Én benne vagyok. Igyekszem rövidre fogni, Karesz. Külön imádom a természettörvényben, az első számú természettörvényben azt a nagyságot, amelyet az emberi lény ezáltal képvisel. Azt hiszem, ha belegondolunk, hogy milyen tragédia kellett ahhoz megtörténjen, hogy ezt valaki felfedezze, azt hiszem, hogy minden egyes hallgató mélyen meg tudna hajolni Hámer doktor nagysága előtt, hiszen ki az, aki egy ilyen tragédia után, gyermeke elvesztése után, nem az önsajnálat, a gyász mélységes mocsarába süllyed egy betegség, a saját betegségével együtt, hanem megkeresi ennek az okát és értelmét. Én azt hiszem, hogy sokkal szerencsésebbek vagyunk, mint Hammer doktor, nem? Egy tragédia után szembesülünk ezzel az állapottal, hanem sokszor egy kisebb tünet vezérel el bennünket ahhoz, hogy utána nézzünk, hogy mi lehet e mögött. Ki szeretnénk szimatolni, hogy mit tudnánk magunkért tenni, és akkor már a felső légutakat érintő értelmes biológiai külön programokról beszélünk. Mekkora fantasztikus lehetőség van egy biológiai testben, egy ebben az értelemben vett emberi lényben, hogy egy ilyen nagyon sötét viharfelleg mögött is meglátja azt, hogy még ennek is oka és értelme van. A rák-vas törvénye, ez az első számú természettörvény, a nevét azért kapta így, mert akkor még nem tudta Hammer doktor, hogy többet is fel fog vezezni. A rák-vas törvénye egy óriási kincs. Ennek az ismeretével egyszerűen szertefoszlik a tudatlasságunk sötét fellege. Ismerjük az okot, tudjuk, hogy mit kell keresni, tudjuk, hogy egy dologgal van dolgunk, nem kell mindenfelé kutakodnunk. Mindennek megvan a maga kiváltó oka, ami állandó, és ezt külön élvezem, hogy nem kell megtanulni korcsoportokat, veszélyeztetettségi számokat. Itt csak azon múlik, hogy milyen érzelmi reakció van az én megélésem számomra az egyetlen valóság. Lehet, hogy ez a történet egy szimbolikus történet volt, mert valószínű, hogy amikor övön aluli ütésről beszélünk, akkor nem ütöttek meg bennünket övön alul. Tehát ez csak egy szimbolikus történet, de lám a biológiám erre is reagál, ha ezt ilyen mélyen élem meg érzelmileg.
Ez viszont arra utal következtetni, hogy az érzések és a biológiai sejtek nem szétválaszthatóak. Tehát nem materialista a germán gyógytudomány hozzáállása, ennél sokkal többet mutat. Sőt, azt hiszem, ha valaki érző lélekkel, érző szívvel és józan ésszel van megáldva, akkor észreveszi, hogy mire utal az a konfliktus, melyek azok a szükségletek, amik ilyenkor nem teljesülnek, mi az a félelem, ami elindította ezt az értelmes biológiai különprogramot, már a megnevezés is gyönyörű, értelmes biológiai különprogram. Van értelme, van célja, van egy oka, és én hadd mondjak ki ennyit laikusan, hogy szerintem üzenete és tanítása is van. Pontosan ezt akartam kiemelni. Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy mindezt elmondhattam. Remélem, hogy más dolgokra is rá tudtam világítani, mint amit eddig keresztül megszoktak. De a fórum részben, ha valakinek még ehhez hozzáfűzni valója van, vagy szeretném megosztani, hogy számára mit jelent az első természettörvény, azt szívesen olvassuk. Köszönöm a figyelmet. Nagyon köszönöm, Réka, a más szempont szerinti bemutatást, mert valóban a lényege az lenne, hogy megértsük, hogy ebben benne van az ok, de benne van a megoldás is. Mert amikor megértettük egy konfliktus után, egy biológiai program után, hogy de mire akart engem ez megtanítani, miben segített ez engem abban, hogy jobb emberré váljak, mint amilyen vagyok, nos akkor valóban lelkileg fogjuk feloldani mindazt, amit lelkileg, érzelmileg indítottam el, akkor eltűnnek a sínek, megszűnnek az allergiák, és egyszer és mindenkorra lezártam ezt a programot. Ha nem oldom fel érzelmileg, ha csak egy programot megoldottam, mondjuk egy kigyógyultam, maradjunk a mai témánál, egy arcüreggyulladásból. Hurrá, hip-hip, hurrá, megvan minden. De történik egy újabb olyan helyzet, amikor ki akarom újra szimatolni a veszélyt. Megint megcsinálom az arcüreggyulladást. Nem mertem ide elkanyarodni, hogy nem mondd azt, hogy nagyon elviszem a témát más irányba, és még egyszer hangsúlyozom, a laikus nézőpontját képviselem. Pontosan azt mutatja meg, hogy hol vannak azok a szokásaink, amiket ismételünk. Azok a robotpilóta üzemmódban begyakorolt viselkedés mintáink, amelyeket már olyan mértékben túlzásba vittük, hogy nem az egészséget támogató irányt vette fel a viselkedésünk, hanem ilyen megbetegítő formákat említetted itt a kiszimatolom, a gyanút. Pontosan egy ilyen jellegű felismerésem van, hogy minden egyes érzelmi megrázkutatás megmutatja, hogy hol nem vagyok még magammal békében, hol vagyok még emberi lényként úgymond sebezhető, és az külön tetszik ebben a természettörvényben, hogy nem mutogathatok másra. Aha. Tehát mivel ez az én megélésem volt, nem tudom azt mondani, hogy ez vagy az betegített meg. Pontosan a felelősségvállalásunkra mutat rá, és ez egy fantasztikus lehetőség, hogy ennyire tudjuk a biológiánkat befolyásolni, és tényleg már megint a megoldásokról beszélünk. Még csak az első törvénynél vagyunk, de már annyi megoldást elmondtunk, hogy ihaj. És akkor tényleg az első törvény alapján, ha megértjük azt, hogy én betegítettem meg magam, mert az adott környezetre, az adott feltételekre én így reagáltam. Senki nem mondta, hogy nekem gyanakodnom kéne, vagy bosszankodnom kéne. De én így reagáltam. Miért? Mert bennem van a félelem. Persze az emberek nem félnek, nem a csodát. Akinek van valamilyen biológiai programja, az azért nagyszerű, mert pont arra mutat rá, hogy hol kell még javítania azon, hogy félelem nélkül tudjon élni. Valóban emberként tudjon élni. Tehát amikor feloldódnak a sínek, az azt jelenti, hogy érzelmileg zártam le valamit, és innentől megakadályoztam azt, hogy valamiből krónikus betegség legyen. A második törvényt Hammer doktor a fantasztikus belgyógyászati tudásával fejtette meg, hiszen ő belgyógyász főorvos volt, de volt szakvizsgája
röntgenből és még pszichiátriai osztályon is dolgozott, tehát széles látóköre volt a medicinán belül is. A tüneteket két csoportra lehet osztani, hideg és meleg tünetekre, ha egészen egyszerűen veszük, mert tudjuk, hogy a belső idegrendszerünk, az autonóm vagy vegetatív idegrendszerünk, az a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszerből áll. A szimpatikus idegrendszer a nappali, a paraszimpatikus az éjszakai működéseinket irányítja, ott van ő túlsúlyban. Vagyis a szimpatikus idegrendszer a nappali alkalmazkodásunkat fogja rendezni, és a paraszimpatikus éjszaka pedig rendbe rakja mindazt, amit mi nappal, hogy úgy mondjam, elállítottunk. Fogalmazunk így egészen laikusra, most rám ragadt a Réka laikus stílusa, és mindjárt megkérdőjelezi valaki, hogy Budainak egyáltalán van-e orvosi diplomája. Na mindegy. Szóval ez a kétfajta szabályozó rendszer, idegi szabályozó rendszer, ami teljesen automatikusan működik, na ennek az eltérését fogjuk megtapasztalni, ha nem oldjuk fel a konfliktust. Ha benne ragadok a konfliktusba, itt látjuk kék színnel a szimpatikus idegrendszer túlsúlyát, vagyis ez az, amikor hideg a kezem, hideg a lábam, ketyeg a szívem, emelkedik a vérnyomásom, nem tudok elaludni, vagy ha elalszom, felébredek, és ebben a helyzetben lesz az is, hogy folyamatosan zakatol az agyam, ezt szeretem így mondani, hogy zakatol az agyam, egyfolytában a konfliktus körül, és keresem, ugye gondolatilag, ez a probléma, hogy gondolatilag keresem a megoldást, és amíg gondolatilag keresek valamit, addig érzelmileg nem lesz lezárva, hiszen a problémát egy érzelmi megrázkódtatás okozta, nem, de bár. A válasz az, hogy de bár. Így van. Szóval a biológiánk viszont nem tétlen, mert ameddig nekem zakatol az agyam, addig a biológiám segítségemre jön. És már a konfliktus aktív szakaszban kapok egy biológiai szintű segítséget arra, amit én még nem tudtam érzelmileg feloldani. Na, aztán elérkezünk végre a KM-hez, de ez nem a kilométerkő, hanem a konfliktus megoldása. És ez a pillanat lesz az, amikor minden átvált, és jönnek a meleg tünetek. Persze a kérdés, hogy a konfliktus megoldás az hogyan történt valóban érzelmileg, vagy megváltoztak a körülmények. Ugye kiszabadulunk a karanténból, és másképp látjuk a világot. Na de kérem szépen, mi történik itt? Itt rendbe fog jönni mindaz, amit a konfliktus aktív szakaszban elkövettem. És ha itt vagyunk a felső légutakat érintő értelmes biológiai külön programoknál, mi másról beszélnék, mint egy egyszerű nátháról. A DHS maga az, hogy ki kell szagoljam a veszélyt. Kérem szépen, biológiailag kell egy kicsit gondolkodni, hogy ezt megértsük. Nézzük meg, hogy az illatanyag alapján fogja beazonosítani a róka, hogy hol van a nyúl, ha a széljárás feléje viszi az illatot. De ugyanezt fogja megérezni a nyúl is, ha a széljárás a róka illatát oda viszi. Szóval kiszimatolni a veszélyt az egy túlélő program kint az erdőben. És a mi életünkben viszont ki akarom szimatolni azt, hogy meddig lesz ez még, mikor változik már meg, tényleg most megkaptuk, vagy nem kaptuk meg. Réka, kinyitottad az ablakot, berepültek a vírusok, ja Istenem. Gyorsan kapd azt a valamit, és fertőtlenítsd, ha nincs mivel fertőtlenítsd, borzasztó. Szóval elképesztő dolgok, mert én már kiszimatolom, már ott van bennem a félelem, ugye, ezért akarom kiszimatolni, hogy mi van. Na most kérdés, hogy milyen erős ez a félelem, mert ha ez egy ilyen szokványos kiszimatolom, akkor nincs semmi probléma, konfliktus aktív szakaszban sorvad az ornyák a hártyám, ezáltal még élesedik is a szaglásom, a vomero nazális szervem az egy molekulát is kiszippantja a levegőből, majd mindjárt megmutatom, hogy hol van, az lesz róla rajz, ez egy olyan régi ősi dolog, hogy a nőknek az kifejezetten érzékeny szervük, ezek a nők, ugye kedves férfiak, ezek a nők mindent kiszimatolnak. Na, mert van nekik egy fejlett szervük hozzá, és az a lényeg, hogy ez alatt az idő alatt nem érzek én semmi tünetet, élesedik a szaglásom. De a konfliktus alatt beszippantott összes pollen,
összes virágillat, vagy bármi, ami a levegőben volt, az símként fog engem emlékeztetni, ha nem oldom meg érzelmileg a konfliktust. Ezért beszélek egyfolytában, hogy érzelmileg. És amikor megoldottam, hát akkor jön a takonykor, hogy laikusan fogalmazzak, ugye teli lesz az orrunk váladékkal, ez az exudatív fázis, visszaépítjük azt a nyálkahártyát, amit lebontottunk, természetesen fáj a homlokunk is, nem, de bár. Vajon miért? Hát mert a szaglóközpont pontosan az orr felett van, és az is meg fog duzzadni, és minden agyi központ duzzanata a koponyában, ugye belső nyomásfokozódással jár, a koponyacsontok nem tágulnak, mint a hasunk, ebből adódóan megjelenik a fejfájás. Na, aztán jön a hatalmas tüsszentés, az epileptoid krízis erről szól, a nagy hápci, megszűnik az ödéma az agyi központban, megszűnik az ödéma az orrunkban is, és természetesen jön a hegesedési fázis, és akkor ilyen-olyan pörkök létre tudnak jönni az orron belül, és végül is hát rendeződik. Na most pörköket elő lehet állítani úgyis az orrunkban, ha piszkáljuk az orrunkat, mert az orrnyálkahártya nincs ahhoz hozzászokva, hogy oda levegőn kívül más is behatoljon. Tehát ne keverjük össze a kétféle pörkösödést. Aztán nem mindegy, hogy milyen súlyosan élem én meg ezt a bűzkonfliktust, mert ha ez nagyon-nagyon gyanús, és húzamos ideig én ki kell szaglásszam anyósként, vagy de vajon az én vejem? Ha ő fél négykor befejezi a munkát, miért csak 6 órakor ér haza? Hát utána kell járjon, ki kell szimatoljam. Aztán egy hónap múlva kiderül, hogy ez mi is, hú, de hát ezt nem mondhatom meg a lányomnak, mert szétmegy a házasságuk. Tehát magányosan élem meg, és még több vizet begyűjtök a megoldási szakaszban, mint volt, és természetesen egy ilyen húzamosabb ideig fennálló bűzkonfliktus, az már az ormelléküreg nyálkahártyájára, homloküreg nyálkahártyájára is átmegy, és ebből lesz az a gyönyörű homlok vagy arcüreg gyulladás. Aztán, ha ezt az egész programot oda-vissza csinálom, akkor már polipokat tudok növeszteni. Szóval lássuk be, hogy azért a teremtő adott nekünk szórakozási lehetőséget abból a szempontból, hogy ne unatkozzunk annak függvényében, hogy hogyan éljük meg a konfliktusainkat, illetve hogyan oldjuk, vagy nem oldjuk fel. Nos, itt van az a gyönyörű rajz, amitől tényleg minden alkalommal még mindig nem találok szavakat, mert ez annyira egyszerű és nagyszerű, hogy döbbenet. Én nekem nem orvos beszélt a germán gyógytudományról, de vitatkoztam is magamba vele, hogy mit beszélsz ilyen hülyeségeket, te nem is ismered a biológiát, de amikor ezt kivetítette, és elkezdtem magyarázni ezt az ábrát, akkor rájöttem, hogy Budai, jobb, ha hallgatsz és figyelsz, mert ez tényleg így van. Tehát ezért nem tudnak Hammer doktorral vitatkozni, ezért nem tudják azt mondani, hogy ez ezotéria vagy tudománytalan, mert az alaptudásra, az embriológiára épül. És igen, a 3 csiralemez a lényege mindennek, mert hogyha tudom, hogy a csiralemezekből kialakult sejtjeink hogyan működnek, akkor fogom tudni megmondani azt is, hogy mi a konfliktusa, és milyen programot futtat. Ennyire egyszerű. Amióta én az egyetemet befejeztem, és az nem tegnap előtt volt, azóta rengeteg új dolgot felfedeztek. És kérem szépen, Hammer doktor 5 természettörvényével, és főleg a 3. természettörvényel minden ilyen újonnan föltalált betegséget meg lehet fejteni. Úgyhogy ez egy döbbenetes dolog. Csak az antifoszfolipid szindrómát említeném, kollégáimnak, akik velem egyszerre végeztek egyetemet, akkor milyenről nem tanultunk, de természetes, hogy ennek is megvan a magyarázata, ha ismerjük a 3 csiralemezből kialakuló sejteknek a feladatát, konfliktusát és az idegi központját. Szóval a sárga színnel a falat konfliktusokról beszélünk, minden, ami a túléléshez kell, az falat, tehát nem csak kenyérfalattal él az ember, hanem kell neki levegőfalat, vízfalat, fényfalat és hangfalat. Ezeket mind az agytörzs irányítja. Itt látjuk jobb oldalt a legősibb agyi képletet, jobb oldalt pedig itt láthatjuk a keresztmetszeti képet. Tehát ha csinálok egy keresztmetszeti képet itt az agytörzsről, akkor itt látom magát az agytörzset sárga színnel, és látjuk mögötte fehérben
azaz itt fölötte már sárga, narancs színnel és sárga satírral, a kisagynak a metszeteit. Itt van a kisagy metszete. Nos, a kisagya vélt vagy valós támadásokkal foglalkozik, erről már szó volt a mellről szóló webkonferencián, és természetesen ez az egész történet a vélt vagy valós támadásokról szól. Ezek az érzések ide csapódnak, az irhát, a burkokat, hasártya, mellhártya, szívburok, és a gondozási konfliktus a melleket fogja érinteni. Itt látjuk az idegi központot. Fölötte van az agyvelő, ami természetesen, hogy az agykéreg alatt van. Itt a pirosból látjuk, hiányzik ez a narancssárga rész, mert ezek együtt alkotják a nagy agyat, agykéreg és agyvelő, és ami alatta van, az meg az ősagy, ide a kisagy és az agytörzs tartozik. Nos, az agyvelő és az agykéreg az egy másfajta módon reagál, mint az ősagy. Itt a sejteket először bontjuk, utána visszaépítjük, agytörzsnél viszont mindig először építünk, és utána bontunk. Ennyire egyszerű a történet. Az önleértékelés, ami önpusztítást jelent biológiai szinten is, mindig sejtsorvadást indít el a mozgással kapcsolatos szöveteinkben, mint a csont, az ízület, inak, a haráncsikolt izomzat, az őket ellátó osztógyűjtő nyirokerek, valamint a kötőszövetek, amihez a zsírszövet is tartozik. Tehát mindig előbb bontok, aztán építek, és itt látom az agyalappal párhuzamosan készített metszeten azokat a reléket, amelyekbe be fog csapódni az adott önleértékeléssel kapcsolatos érzés. Itt a vállat látjuk bejelölve, mert amikor igencsak furdal a lelkiismeret, akkor a vállam lesz érintve, és ha én ezt anya-gyerek oldalon, illetve partner oldalon is megélem, hát akkor már a megalomán konstellációról, egy viselkedésváltozásról beszélünk. Ami pontosan azért alakul ki, hogy segítse azt az embert, hogy az kétoldali önleértékelésből ki tudjon mászni. Ne feledjük, mindennek, de mindennek értelme van, ami a mi szervezetünkben történik, csak az nem értelmes, ahogy mi ezt eddig láttuk, és ahogy ezt eddig félrekezeltük, és az nem értelmes, hogy benne ragadunk egy programba, mert ha nem ragadnánk bele, meg se betegednénk. Szóval a piros nyíllal jelzett külső csirelemezből származó sejteket, tehát az agykéreg fogja irányítani. Itt az elválasztási konfliktus ábrázolását látjuk ebben a piros babában, mert itt van az, amikor nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném, hogy hozzám érjenek. Ez a külső bőr ektodermális külső csirelemezből származik, és ez a külső bőr, tehát először sorvad, aztán visszaépül. Sorvadáskor nincs tünet. Igen ám, de ektodermális eredetű az a nyálkahártya is, ami az orromat, a melléküreget, a légcsőt, a hörgőt béleli, és ott is konfliktus aktív szakaszban megtörténik a nyálkahártyák sorvadása, megoldásban a visszaépülés, amit már betegségnek fogunk nevezni. Az agykéreg a birtokkonfliktusokkal is foglalkozik, itt látjuk a szélen, ugye a kérgi szinten, a szélen látjuk azokat a reléket, idegi központokat, ahova különböző birtokkal kapcsolatos konfliktusaink becsapódnak, erről külön webkonferencia van, nem részletezem, és láthatjuk, hogy a kéreg alatt, ott sárgával ott van a fehér állomány. Ez a két nagy relé ugyanaz, amit itt látok, vagyis a here petefészeknek a parenkimája, az egyik része, illetve a vesének a parenkimája. Lényeg, hogy tisztában legyünk az egyes szerveknél a szervet alkotó szöveteknek az eredetére, így rögtön fogjuk tudni, hogy mi az a konfliktus típus, ami benne változást fog előidézni. Nos, az agykéreg még a működés változással is foglalkozik, tehát amikor nem bontok, nem építek sejtet, csak működést változtatok, és így fogjuk megérteni a biológiánk működését, ugyanis nincs negyedik, vagy sejtet szaporítok, vagy sejtet sorvasztok, vagy működést változtatok. És amint itt elmondtam, ugye a sejtszaporítás mindig az ős agyra vonatkozó programokra illik, tehát a falat,
a védekezés, támadás és gondozási konfliktusoknál építek és aztán lebontok, a nagy agyhoz tartozó konfliktusoknál pedig először sorbasztok, és utána pedig visszaépítek. Ez ennyire egyszerű, és úgy gondolom, hogy ehhez nem kell egyetemi végzettség, ezt egy 12 éves gyerek is megérti, csak sajnos még iskolában ezeket nem tanítják. És itt van akkor az, ami nevesíti a mai témát, a felső légutakat érintő értelmes biológiai programokat. Ugye, ahogy azt a bevezetőben is mondtam, a DHS, a konfliktus az, hogy a veszélyt mindig ki kell szagolni. Vagyis ameddig nekem valami bűzlik Dániában, így szoktuk mondani, azt nekem ki kell szagolni. És a konfliktus aktív szakaszban, mint mondtam, sorvasztom a nyálkahártyát, megoldásban vissza fogom építeni gyulladással, és annak függvényében, hogy én ezt az egészet miként csinálom, ugye ez befolyásolja azt, hogy milyen programot futtatok, mert ugye tudunk róla, hogy van olyan nagy függőgyulladás, mindjárt mutatom ennek is a Hammeri ábrázolását, van policiklikus lefolyás, és ebből tudunk maguknak vagy állandó gyulladást, vagy nyálkahártya túltengést, polipot előállítani, és ugye a sinek, az illatok, azok emlékeztetni fognak minket arra, hogy még mindig van egy bűzkonfliktusom, amit nem oldottam meg. Itt látjuk a melléküregeket, ugye arcüreg, homloküreg, és láthatjuk azt is, hogy az arcüreg azért érdekes, mert ennek a nyílása felül van. Valamelyik előadásban mondtam, hogy képzeljünk el egy háromszöget, csúcsával lefele, és a fenti sarokban kellene kifolyjon a váladék, ami itt összegyűl. Tehát teljesen természetes, hogyha itt nekem van egy folyamatom, akkor ez akkor fog tudni kifolyni, ha én lefekszem, hátrafekszem, ugye megbillen ez az egész rendszer, és ki tud folyni, a torkomra tud csorogni, és akkor ez már egy inger köhögést fog fönntartani. Természetesen, hogy ezt a köhögést az is fenntartja, ha szájlégzőt veszünk, hiszen ha szájlégző vagyok, akkor nem az orromon megy be a levegő, hanem a szájüregen keresztül. Az orrüregben termelődő váladék nem tud elpárologni, mert nem ott megy be a levegő, és amikor ez az egész már rendesen felgyülemlett, és leszalad a torkomra, ugye így szoktuk fogalmazni, hogy valami leszaladt a torkomra, akkor ez hirtelen köhögésingert fog kiváltani. De ez még mindig nem biológiai program, ez csak egy egyszerű szájlégzés. Nos, itt látjuk azt a érhálózatot, ami nagyon gazdag az orrüregben, ugyanis a mínusz 50 fokos levegőt is már az orrunknak föl kell melegítenie, meg kell szűrnie, hogy így jusson le aztán a hörgökbe. Tehát ez olyan, mint a levegőszűrő az autóban. Nem tanácsos kiiktatni a levegőszűrőt az autóból, tudjuk jól, mert akkor a hengerekben nem tisztított levegő jut be. Ugyanez a helyzet az orrunknál is. Ezért lenne fontos, hogy az orrunkon szuszogjunk egy életen át. Ezért van az, hogy nedves az orrnyálkahártya egy életen át, és ha itt megy be a levegő, ez a nedvesség, ez párásítja, nedvesíti a belélegzett levegőt. Ha még nem ott eszem a levegőt, attól még természetesen ez termelődik, és ez fog összegyűlni az orrüregben, ami aztán a váladék pangásához fog vezetni. Itt van ez a Romero nazális szerv, itt egészen picibe ábrázolva, az a bizonyos néhány sejtből álló kicsi szervünk, ami képes a levegőből akár egy molekulát is kiszűrni és megjegyezni, de ezzel biztosítva számunkra természetesen az illathoz kötődő allergiákat. Nos, ameddig félelemben élek, ez így marad. Mert amíg az a programom, hogy jobb félni, mint megijedni, hát addig mindig félek, mindig ki kell szaglászom a veszélyt, nem, de bár? Amikor ezt a programot átírom, és azt mondom, hogy jobb bízni, mint félni, hát akkor elkap minket a frász, hogy hát azt nem lehet, hát az nem lehet bizalomban élni, hát átvertek a múltkor is engem. Ja, csak a kérdés az, hogy a bizalmat milyen szinten élem meg. Mert fizikai szinten rögtön le tudom magamat beszélni, hogy hiába bízom én önmagamban, ha még mindig csalódást okozok még önmagamnak is. Természetes. Érzelmi szinten se tudom a bizalmat stabilan fenntartani, mert érzelmileg sem vagyok stabil.
mentálisan aztán teljesen meg tudom magyarázni magam, hogy amit igaznak hiszek, abban bízom, amit nem hiszek igaznak, abban nem bízom. Nem veszük észre itten az egójátékait. A valódi bizalom mit jelent? A valódi bizalom azt jelenti, amikor abban bízom, aki én valójában vagyok. Csak hogy ezt tisztázni kéne, hogy én egy halhatatlan isteni lény vagyok, vagy egy biológiai lény, aki egész életén át küzd a halálfélelemmel, és végül ebbe belehal. Lehet erről sokat beszélni, ezek csak ébresztő gondolatok azok számára, akik nem voltak még tanfolyamon, és nincsen olyan alaptudásuk, mint a tanfolyamot végzett embereknek, mert természetesen mindaz, amiről én itt beszélek, az nem ezotéria. Az kérem szépen tudományosan igazolt állítás, és a weblapon találhatók ezzel kapcsolatos előadások, tessenek megnézni Greg Bradernek az előadását, Joe Dispenza előadását, orvosokról, professzorokról beszélek, akik a világot másképpen látják, akik szakítottak a materialista gondolkodásmóddal, és tudják, hogy az, amit nem látunk a szemünkkel, az sokkal, de sokkal fontosabb, mint amit a szemünkkel látunk. Na most, hogyha azt élem meg, hogy bízom a testem gyógyulásában, ez vajon mire fog hatni? Nem az egész testem gyógyulására fog hatni? Természetesen a gyógyuláshoz az első lépés, hogy tisztázzam a konfliktust és elengedem. A második lépés az lenne, hogy ebben tudjak bízni, hisz az öt természettörvény valójában mentálisan is megadja azt, ami kell ahhoz, hogy bízni tudjak a testem gyógyulásába. Ez teljesen normális. Ugye a Hammer doktor a germán gyógytudományt orvosoknak és betegeknek írta, akiknek szívük és józan eszük van. Ezt írta a cím alá. Szóval, amikor a félelem helyett a bizalom fog a lelkembe költözni, és a bizalomhoz hozzáteszem azt a gondolatot, hogy miben bízom, vajon mit fogok megteremteni? Szóval, ha önmagamban bízom, akkor tudnom kell, hogy ki vagyok én valójában, elengedem minden azonosultságom, amelyek eddig megbetegítettek engem. És ezeknek a megoldásában segít a Réka Facebook oldala, reikaliza.com Facebook oldal, ahol meg lehet nézni például a hetedik részben az éberség szintjeit, vagy a nyolcadik részben hogyan vegyem fel a kapcsolatot a lelkemmel, stb. Na most, ha arra koncentrálok, amikor beteg vagyok, hogy mi az, amit mégis meg tudok tenni, és nem arra koncentrálok, amitől félek, akkor mit fogok megoldani? Megoldom azt, hogy ne legyenek következmény konfliktusaim, csókolom. Mert a következmény konfliktusok fogják elakasztani a gyógyulásomat. Ha felhagyok a bennem lévő háborúval, akkor mi lesz a következmény? Megint csak az lesz, hogy nem lesznek következmény konfliktusok. Tehát amikor elfogadom magamat úgy, ahogyan vagyok, akkor fizikai szinten is megtörténik a gyógyulás, mert ha én kibékültem magammal, akkor a gyógyulásnak a feltételeit már megteremtettem. Igen, ehhez kell az igazság, hogy beismerem, mi a konfliktusom, kell a szeretet, vagyis belátom, hogy én tettem ezt magammal, és elfogadom ezt a helyzetet, nem harcolok ellene, és kell a tett, vagyis beviszem az életemben a bizalmat a gyógyulásomban, és ezzel megteremtem azt, hogy ez az egész többet ne forduljon elő. A krónikus betegségeket akkor fogjuk megalkotni, hogyha természetesen ezekkel az elmondott gondolatokkal nem tudunk azonosulni. Van az a nagyon súlyos bűzkonfliktus, ami olyan súlyos nyálkahártya sorvadást indít el, hogy ki tud lyukadni az orrnak a külső fala. Tehát erodálódik, úgy mondjuk, tehát maga a fekélyesedési folyamat teljes mértékben, mondjam úgy laikusan, felzabálja az orrkagylót. Ilyen félórú emberek is léteznek. Mert ne felejtsük el, hogy elindult egy program egy helyről, és ameddig a program tart, addig ennek megfelelően fognak a sejtek működni. Ugyanígy van az is, amikor egy féltékenység fel nem oldásából egy mély száj nyálkahártya program elindul,
és a fekélyesedés nem áll meg a mély száj nyálkahártyánál, hanem tovább folytatódik a mély nyak izomzatában is, és ott lesz a mély kráter. Ugyanez van egy arcprogramnál, amikor gyerekkoromban azt mondták, hogy szégyeld magad, és lehet csináltam olyan dolgot, amitől szégyeltem magam, de azóta a szégyeld magad, mint program, mint félelem, ott van az életemben. És bármi történik, az első kérdés, hogy most már megint szégyelhetem magam, mert ezt megint nem így kellett volna csinálni. És annyi szégyeld magad, konfliktust indítok el, hogy nem csak az arcbőröm fog teljes mértékben elsorvadni, hanem az alatta levő izmok, nyálkahártyák és minden. Annyira meg tudom ezt csinálni, hogy az arcomnak a felét képes vagyok lebontani. Tehát értsük meg, a legnagyobb probléma az, hogy nem mászunk ki a konfliktusból, illetve nem veszük észre, pedig a biológia elárulja számunkra, hogy mi az, amit meg kell oldani. Nem veszük észre, hogy egy régen belénk vert, vagy egy régen elsajátított viselkedési mintát, egy reakciót kéne megszüntetni. De hát ameddig én reagálok biológiai lényként, addig jönnek a biológiai reakcióra a biológiai válaszok. Épp úgy, mint amikor megütöm a tért kalács alatti inamat, akárhányszor megütöm, mindig egyet rúgni fog a lábszára. Ez pont ilyen dolog, de mi lenne, ha tudatosak lennénk? Ha odafigyelnénk az adott helyzetre, amiben nem érzem én jól magam, ha odafigyelnék arra, hogy már megint nem érzed jól magad, Budai, mi a bajod most? Milyen szerepet játszol? Áldozat vagy? Kiszolgáltatod? Igen? Hát mi a megoldás rá? Ja, mondták tanfolyamon. Megmentő vagyok? Hú, na fene, de meg már megint én akarom megmenteni a világot. Ebből is ki kell lépni. Bűnbaknak érzem magam? Már megint hibásnak érzem magam? Ég a pofám? Nagyszerű. Szóval vegyük észre, hogy vannak megoldások, mondatok, amelyekhez az én dolgom hozzátenni az érzelmi töltetek. Én senki helyett nem tudok megbocsátani, és senki helyett nem tudok meggyógyulni. Sőt, ha tudnám, se tenném meg. Mert azzal a kedves beteg semmit nem tanulna meg. Folytatná a hülyeségeit. Amikor rájövünk, hogy egy biológiai program mire akart engem megtanítani, az egy fantasztikus katarzis. Még akkor is, ha taknyom nyállam folyik, ha már félig tönkretettem magam, semmi probléma. Jöjjek rá arra, hogy a földi létem nem a túlélésről és a faj fenntartásról szól, hanem arra, hogy rádöbbenjek, hogy ki vagyok én, és tegyem a dolgomat önmagam és az emberiség számára. Talán ez lenne a legfontosabb, amit meg kellene érteni azon túl, hogy 5 biológiai természettörvény. Csinálhatjuk policiklikusan, mondtam, hogy ilyenkor visszatérő gyulladásos tüneteink lesznek, és természetesen ezt már recidívának, vagy krónikus légúti dolgoknak fogják nevezni. Aztán van a függő gyógyulás, ami állandó gyulladásnak a meglétét fogja biztosítani számunkra. A negyedik természettörvényből kiderül, hogy segítőink vannak. Természetesen, hogy a takonykorban takonyvírusok, vagyis rinovírusok fognak jelen lenni. Ezeket másképpen influenza vírusoknak is nevezik. És ide tartozik ez a gyönyörű koronavírus is, amiről már Gazsi ellopta a koronát, és ez most már teljes mértékben csak egy takonyvírus. Jó lenne ezen nagyot nevetni, jó lenne ezt a félelmünket elengedni, mert akkor nem tartanám fel azt a félelmem, hogy ki kell szagoljam, hú, ha most kimegyek az utcára, vajon elkapom, vagy nem kapom el, hú, a túloldalon tüsszentett valaki, biztos átrepült a vírus, és most engem megbetegített. Szóval értsük meg, hogy a félelem az egyetlen halálos betegség. Én nem akarom bagatellizálni azt, amit környezeti szempontból elvégeztek rajtunk. Ez természetesen így van. Tehát a fizikai tényezők jelenléte és a fizikai tényezők hatása nem kizárható. Elmondtam, hogy ez a bizonyos vírusnak nevezett akármi, ez egy találmány, van neki bejegyzési száma, van neki feltalálója, van neki tulajdonosa. Kivetítettem, az lenne a lényeg, hogy megértsük, hogy ezt fizikai szinten képes ártani, de mikor? Ha én megnyitom neki a lehetőséget egy bűzkonfliktussal.
Tehát jobb bízni, mint félni. És akkor nem indítom el a programot, és nem kellenek nekem a saját vírusaim a rendbehozatalra, illetve nem nyitom meg a kaput idegen betolakodók számára a szervezetembe. Itt vannak a baktériumok, amik szintén segítenek visszaépíteni azt, amit lebontottam egy önleértékeléssel, és itt van ugye a falat konfliktushoz, a támadáshoz, a gondozáshoz, a gomba és a mikobaktérium, a gombabaktérium, ami segít a felesleges sejtek lebontásába. Ezt az összefüggést is csak Hammer doktor írta le. Sokan sokfélét elmondtak és beszélnek, de amit Hammer doktor elénk tárt, az egyszerűen csodálatos. És itt van az ötödik természettörvény, és remélem mindenki ráébredt arra, hogy mindennek értelme van. Ez koronázza meg az öt természettörvényt. Ez teszi fel a csúcsot. Mondjam az, mint a karácsonyfára a csúcsdíszt. Ez a törvény adja meg az egésznek a lényegét, mert hogyha minden, ami él, a túlélésért és a faj fenntartásáért dolgozik, akkor miért kéne bennem félelem legyen? Ja, mert azt mondták, hogy gyógyíthatatlan, megmondták, hogy még 3 hónapon van hátra. Sajnos olyan esetet is tudunk, hogy egy családapa elment, diagnosztizálták a hasnyálmirigyrákot nára, azt mondták, hogy 3 hónap múlva meg fog halni rettenetes fájdalmakkal, ez az ember hazament és felakasztotta magát. Szóval elképesztő az a kommunikáció, ami ma a rendelőkben folyik, a kíméletlen diagnózis közlés, aminek pontosan az az egyetlen célja, hogy a diagnózis sokkal, ezzel a sok hatással még legalább 5 programot elindítsanak az emberi szervezetben, és mikor visszajön a kontrollra, már győztesen kimutathatják, hogy ott a tüdő áttét, idézőjelben mondtam az áttétet, mert ez csak a halálfélelmi konfliktusnak a biológiai válasza. Én arra kérek mindenkit, hogy vegye elő a józan eszét, gondolkodjon el az 5 természettörvény igazságát, és rá fog jönni, hogy ez a valódi tudomány. Itt nincs olyan, hogy lehetséges, hogy 80%-nál igen, de 20%-nál nem. Itt mindig a történet reprodukálható. Ha valakinek bűzkonfliktusa lesz, garantáltan lesz, takonykorja, csókolom. Ha rövid ideig tartott, akkor nem indul el. Nem tud a nyálkahártya hirtelen lebomlani, visszaépülni, de a tüsszentés az jelzi, hogy megoldottam egy bűzkonfliktust. Szóval összehasonlítható, előrejelezhető. Hát ez egyszerűen nagyszerű. Mindig minden tünet mögött egyetlen ok van. Az 2 ütemben zajlik, ha megengedem neki, hogy végigmenjen. És 3féle dolog történhet csupán. Sejtet építek, bontok, vagy működést változtatok. 4féle segítőnk van. És az 5 természettörvényre és az embriológiára kellene csupán támaszkodnunk, hogy végre ma is nyugodtan feküdjünk le, mert a webkonferenciáknak a lényege pontosan az, hogy megteremtsük a lelkünkben a békét, mert akkor fogjuk csak megérteni, hogy minden, de minden, ami a biológiánkban van, annak értelme van, és akkor tovább viszem ezt a gondolatot, ha rájövünk arra, hogy az életünkben történt minden esemény is értelemmel bír, nem véletlenül történt, nem szivatás, hanem tanítás volt minden, tehát köszönöm, na akkor, ha így élnénk, akkor meg se tudnánk betegedni, és rájönnénk arra, hogy mi a fenét keresünk mi itt valójában.